Dr. Romszki Regina, az egyenlő bánásmód hatóság Borsod-Abaúj Zemplén megyei referense már másodszor látogatott el a Sátoraljaújhelyi kistérségbe azért, hogy az egyenlő bánásmód hatóságot közelebb hozza a diszkriminációt elszenvedett ügyfelekhez, könnyebben tudjanak igényérvényesítési jogukkal élni. A hatóság célcsoportjaiba elsősorban azok az emberek tartoznak, melyek az egyenlő bánásmód esélyegyenlőségről szóló törvényben foglaltaknak megfelelnek. Ilyen például az, akit a neme, a munkája során, a fogyatékossága, vagy nemi identitása, nemzetiséghez, kisebbséghez való tartozása politikai vagy más véleménye miatt diszkriminációért, és ez ellen ő szeretne fellépni. A referens összekötő szerepet tölt be az egyenlő bánásmód hatóság és a diszkriminációt elszenvedett ügyfelek között. Feladata, hogy felvegye az ügyfelek panaszát, amennyiben annak helye van a hatóság előtt. Amennyiben vagy az oksági összefüggést, vagy a védendő tulajdonságot az elmondás alapján nem látja az ember, akkor tájékoztatást nyújtok arról, hogy a elszenvedett problémával kapcsolatosan hova lehet fordulni. Adott esetben, hogyha ez egy munkahelyi diszkrimináció, akkor a munkahelyi bírósághoz, hogyha valamilyen családjogi probléma, de ő úgy gondolja, hogy ez az ide tartozik, akkor bírósághoz, hogy ott milyen eljárást kell folytatni, mi várható az alapján, amit elmond. Tehát alapvetően én egy szűrő feladatát látom el az egyenlő bánásmód hatóság elé terjesztendő ügyek körében, és az a feladatom, hogy lehetőség szerint olyan ügyeket segítsek, de azokat segítsen felderíteni, és azokat segítsek az egyenlő bánásmód hatóság elé kerülni, amelyek tényleg ide tartoznak. Az egyenlő bánásmód hatóság eljárását bármely sérelmet szenvedett munkavállaló kérheti. Ezen személyeknek adott tanácsot Sátoraljaújhelyben is a Borsod megyei referens, azonban minden hétfőn a délutáni órákban Miskolcon az esélyek házában is felkereshető.